Itt van három hasznos tipp kezdő fotósoknak a jobb képekért. Én Martin vagyok, aki Tóth, és megtanítalak téged fotózni, meg videózni. Íme az első tipp, jelkerüld a remegéseket és a mikrobemozdulásokat a képeden, mikor kézből fotózol, sose menj az objektív gyújtó távolságának a száma alá záridőben, ami személy szerint egy század alá eleve nem megyek soha. Második tipp, exponálj mindig a legfényesebb részre a képen. Ez azt fog eredményezni, hogy összességében egy picit alul exponálod majd a képet, de ha róban fotózol, akkor érdemesebb inkább a világosabb részekre exponálni. A sötét árnyékos részekből utómunka során sokkal könnyebb visszanyerni információt, mint a kiégett részekből. Ez persze csak akkor lehetséges, hogyha róban fotózol, ami elvezet minket a harmadik tipphez, mindig fotóz róban. Annak idején kezdőként mindent jépekben fotóztam, amíg rá nem jöttem, hogy tulajdonképpen a jépek használhatatlan, mert szarrá van tömörítve. Bármi utómunkát akarsz érdemben csinálni, akkor róban kell fotóznod. Sokkal nagyobb rugalmasságot ad a szerkesztésben, és sokkal több információt tartalmaz.